Két kiváló óvodapedagógustól is búcsúzik a bátaszéki óvoda. Mindkét óvónőben közös, hogy 40 éves munkaviszonyuk alatt nem volt más foglalkozásuk. Teljes mértékben a kicsiknek szentelték munkával töltött éveiket. Katóné Kis Magdolnát egy népdaléneklő versenyen fedezte fel majdani énektanára. Az oktató hatására felvételizett az óvónő képzőbe. Az asszony úgy fogalmazott, akkor megpecsételődött sorsa. 81-ben kezdtem a pályámat a Pörbölyi óvodában, majd 90-ben bekerültem a bátaszéki Percel utcai óvodába, és ott töltöttem 18 esztendőt, majd 2008. szeptember 15-től pedig Alsónyékre kerültem tagintézményvezetőnek, 12 évet töltöttem ott, és onnan mentem tulajdonképpen nyugdíjba. Pörbölyi születésű vagyok, ezért a szülőfalumba kezdtem meg a pályafutásomat is. Ott viszont érdekes volt, mert azt mondják ugye, hogy a saját falujában nem lehet senki próféta. És én voltam az első óvónő abba a faluba, a Pörbölyön, aki oda került pályakezdőként, és a tőlem jóval idősebb felnőtteknek a gyerekeit neveltem. És érdekes módon elfogadták, hogy amit a Magdi óvónéni mond, az szent volt. És ez nekem nagyon nagy megerősítést adott abba, hogy jól csinálom a dolgomat. Empátia, empátia, empátia először is, és hatalmas szakmai elhivatottság. Tehát nagyon-nagyon kell szeretni a gyereket és tisztelni. Tisztelni a gyereket, tisztelni a szülőt, tisztelni mindenkit tulajdonképpen, az óvónőnek mindenfelé meg kell felelni, és a szakmai alázat. Ezt emelném ki még, hogy nagyon-nagyon nagy szakmai alázattal kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember végig tudja csinálni ezt a 40 évet. Szinte napi kapcsolatban vagyok a régi óvodásaimmal is, tudok róluk, hála a Facebooknak, ugye, nagyon sok információm van a régi óvisaimról, de megkeresnek, bemutatják a barátnőjüket, bemutatják a menyasszonyukat, és visszaemlékeznek szívesen a régi óvodába töltött évekre, és rám. És azt nagy büszkeséggel mondhatom, hogy nincs olyan óvodásom, aki elfordítaná a fejét és átmenne a másik oldalra egy köszönés nélkül. Szabó Éva Mária 39 évet töltött a bátaszéki óvoda falai között. Az iskolás éveiben kiválóan sportolt, ebből következően pedig testnevelő tanár szeretett volna lenni. Az élet azonban 1978-ban őt is az óvodapedagógusi pályára sodorta. Tetszett az óvónőség is, és így megpróbáltam. Hattal jelentkeztünk abban az évben a Szekszárdi Garai János gimnáziumba, az óvónői szakra, és felvettek engem. A gyerekszeretet. Gyerekszeretet. Ez a legfontosabb. Ahogy a kolléganőm is említette, empátia az nagyon fontos egy pedagógus számára. Mert aki nem érzi át a gyerekeknek a fájdalmát, hogy miért sír, mi a problémája, akkor az nem igazán olyan gyerekszerető. Az az igazság, hogy azért 39 év, ez a 39 év, mert én gyerekkoromban nagyon sokat dolgoztam. Nyári vakációban mindig mentem a TSZ-be dolgozni, és kaptam egy évet. És ezért van meg a 40 éves munkaviszonyom, és ezért használtam ki, hogy elmehessek nyugdíjba. Az óvónő azt mondja, biztos abban, hogy nem fognak unalmasan telni a nyugdíjas évek. Nagyon szeretek barkácsolni otthon. Amit lehet, azt én megcsinálom a két kezemmel. Ha nem megy, akkor hívok segítséget. Tagja vagyok a bátaszéki székelyek baráti körének, és ugye most nekünk épül egy házunk, és ott nagyon sokat segítek. Amit tudok, azt segítek társadalmi munkába. Úgyhogy unatkozni nem unatkozom, kert, ilyen dolgok.